Az üzenetek betározva, azzal lesztek elárasztva. Mi vagyunk a legnagyobbak, a tudás égszik tapostnak. Elég volt most már ebből, a jövő most tehető. A kárt pakli feltől, ezt nyomom most fejből. Eltört a végítélet, tudásék, na meg a kíséret. Átveszik most a koronát, ne jársz tovább az ostromát. Nem értek el mi a színet, a tiszteletet megfizeted. De mostantól nincs kivétel, engem a kék vér vezére. Tájátok fél az útból, felkerekedünk a múltból. Borból építünk várat, ez tovább nem várhat. De a Tibi elfáradt, rád üríti a tárat. Húzzál innen te bánat, veszélyt baszom én már szárat. Nem értek le a sok szétszó, mögöttem a sok dénó. Ne keresek, nem jövök némo. Egyenesen karátról, ütlek gyomron a hányszor. Felemeled a szabadat, miért utánozod a madarat. Verebem vagy fákot, nem érdem ezt a pártost. Messze vagy tőlem egy pákost, nem hívott senki, hogy távozz. Tudásségnak végre, megszaladt a bére. Senki sem lök félre, kis egyen a kocka tére. Ismernek a sitten, ismernek a jardon. Ismernek engem minden, kibaszott utca sarkon. Mi vagyunk a tudásék, elég súlyos arcok. A lelkünkben meg ott vannak a gettóból a karcok. Itt van a terem, hé-hó, mögötte a sok nénó. Egyenesen karátról jöttem át a nyárból. Elég volt a magányból, meg a sok utcai vagányból. Állomási csavargók, a Dudás Anti rákapcsolt. Autival járok, a Tibi meg Lambóval. Elkaparunk benneteket a tetve saras hóval. A Zsuki meg majd beinti a testeteket szóval. Szevasz Áról, csúj mindenkinek! Egyszerre rendjélek, tedd élet, nem félek. Abból a szarból nem kérek, naponta jönnek itt a nagy pénzek. Bármi gondban elintézem, elég drága lett az ízlésem. A nélkül hozd a piám, hogy én megkérem, kurva nagyon nőtt. Csubislak kevér! Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség felem bírom élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az a rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizet is majd érte. Szevasz Q, Bad Fox Game, csumi! Bajba kerül, megvédem, hogy belinkáljál, nem kértem, aztán 50 is már beértem. Ilyenek a tudásség, ha baj van, akkor nincs fék. Neked viszont lőttek, nem tudom, ti mit hisztek. Felkultunk a csúcsra, nézd meg, a hírnéktől vagyok én már részeg. Dudásség felem bírom élek, sok lett az irigyünk, de tényleg. Túl sok lett az a rímben, de nem baj, mert így rímel. Ha nem tetszik a faszom, vedd be, meg látod, fizet is majd érte. Attól, busítunk. Hello. Megnyersítő. Hogy, hogy miért nem üzletelek? Tudod miért? Egy újabb nap. Mindenki várja az álmomat, megint egy sziréna rázza. Nem igaz, bazd meg, hogy nem lehet aludni sok kis köcsök. Főleg a Maugli, vannak dolgok, amiket most sem... Mi a helyzet, srácok? Miért megint húsokat mérdek? Szavasz, Lacus! Rejtélyes alakok cserében, mindenki árulja a falatot. Étterem, maffia, mindenki vágja. Kalória, háború, ennek a zára. Benne vagyok az iparban, régóta játszva. Mesterfokozatra mentem, a csúcsra mászva. A hős utca nektek. Maradj a beget elő. Kevassuk rá egy kis hangot. Komolyabb, mint nyugaton. Kurinak a lányát. Meg fogom szerezni. Telek kívánsága volt. Nem pedig habisztél. Betépek a képbe a bongcsőre töltve. A Hős utca bajnak már rég el van döntve. Nem kell a rinya, s nem kell a feszkó. Ha szívozol neked szopó állat a dresszkót. Fegyverek, kilóvés a tudsz a zsebemben. Keresnél, megtalálsz az edzőteremben. Rosszak a róink, a pokorra mennek. A bosszunktól csicska, az Isten sem ment meg. Kopók, a zsekkák, a jardok a nyomomban. Az erő a véremben és minden soromban.
választatsz, elbújsz, megszoksz, hogy fekszel. Jó nagy a gödör, minden inasnak lesz hely. Megjöttünk magad, vigyázba vágjad, hogy itt neked lapjut, a szíjába vártad. Gyarló az ember és bűnös az élet, a nagyobb kutya baszik, ennyi a képlen. Igen, akkor basz szét a házat, Lacsus! Fel. Én tukatom önmagamat, majd az fonyén segítenek megoldani gondjaimat. Jött medbe támadás, lám, akkor is számíthat. Szóval nem is jöhet más, akkor is tartom a hátamat. Én is elválom tőle azokat, nem amit tudom, mi van a legszel eltűnt, sajnos. Itt gondol az élet, magadnak kell, hogy felfogd észel. Így szok az ember vészel, ezzel a veszéllyel. Addig van életed, mik a nyújtsz készel. És ha megszerezed, már mehet, hogy szok leszel. Mászok meg, nosztalgiázol, elviszel. És lépjét túlva helyre viszel. De ideje lépni a végét, teljesen elviszel. Zállamod szöveget, egy jó kis flösszel. Akasd jele. Este lesz át az éjjel, tudás égszorul, vele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akarsz, csinálnak, amit csak akarnak. Beindult a biznisz, a tudás rekordéve. A sláger gyárnak örök, soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi fengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak a zsajok. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapok. A fegyverbe tározva, megkészít be a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Jegyezd meg, csöves a dudásik a bikák. Benézel a kocsiba, hátul ott vannak a picsák. Minden jó. Már gondolkoztam rajta, hogy lecserélem. Szevasz, Dupé! Nem a fontos, hanem a részvét. Eljött az este, lesz át az éjjel. Tudásé kívül, tele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akarsz, csinálnak, Csomi Duka. Beindult a biznisz, a tudás rekord éve. A sláger gyárnak örök, soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengő. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak, hogy zsajok. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapok. A fegyverbe tározva, megkészítve a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Este lesz át az éjjel, tudásé kívül, tele vannak pénzzel. Ne kérdezd fel őket, ha jót akarsz magadnak. Ők a legnagyobb akarsz, csinálnak, amit csak akarnak. Emiért most hol vagy, hol vagy, Dupé? A tudás rekord éve, a sláger gyárnak örök, soha nem lesz vége. Eladom a lambomat és veszek még kettőt. Megtaláltam a bizniszt, a kurva mi pengőt. Mindenhez értek, egy polihiszta vagyok. Sosem vagyok egyedül, mindig itt vannak a spanok. A hátunk mögött csak azt a lomot írnak, hogy zsajok. Ne szóljál be nekünk, mert egyből oda csapok. A fegyverbe tározva, megkészít fel a kocsiba. Ha betámadnak minket, csak előveszem nyugiba. Az utca harcosok, én mi se vagyunk csicskák. Eltelt az időbővel, leraktuk a vizsgát. Na Csubi, szavaztok. Igen. Csubika, szavaztok. Na hát a mai stream az hát egy kicsit érdekes lesz. Igazából gondolkoztam rajta, hogy elindítsam-e vagy ne. Van-e értelme? Este lesz egy nagy frakció megbeszélés. Egy
szerver szintű, tehát ami annyit jelent, hogy ugye sok frakció, már az összes frakcióból lesznek ott, kivéve én, nekem szerintem sok keresnivalom nincs ott igazából. Úgyhogy szavaz Csimpi. Úgyhogy ez miatt hát sokan valószínűleg, hogy nem jönnek fel a szerverre, mert azt hiszem, nem is tudom mikor kezdődik, de mindjárt lassan kezdődik, úgyhogy hát alig lesznek a szerveren. Nagyon sok minden, nem tudom, hogy mi fog történni. Konkrétan még rendőr sincs, tehát egy pipa sincs. Úgyhogy ez a megbeszélés, ez egy kicsit... Hát... Ez egy kötelező rossz az a helyzet. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a srácokkal itt majd valamit alkotunk. Lehet elmegyünk paintballozni, vagy... A fasz tudja, aztán bármi közben jöhet igazából. Az RP útja az kifürkészhetetlen, úgyhogy lehet, hogy történni fog valami, lehet, hogy semmi. Meglátjuk. Szevasz, Szebix! OC beavatkoznak a szerver életébe. Ez veszélyes. Igen. Mondom, ez egy kötelező rossz igazából. Sajnos muszáj. Muszáj néha ilyeneket csinálni. Csak hogy tudjátok, hogy miért nincsenek a szerveren, és esetleg miért látszik úgy a streamből, hogy nincs élet. Azért, mert nincs is. Mert nem is lesz, valószínűleg. Szia, Mannon! Ki kell nyomozni, hova tűntek az emberek? Igen. Hát az, hogy mindig van egy ilyen szerver szintű frakció megbeszélés, ilyenkor mindenki elmondhatja a nyűgét, baját, kéréseit, kérdéseit, és akkor készséggel válaszolnak rá ugye az illetékes emberek. Igazából más apropója nincsen. Ez egy közgyűlés ilyenkor. Általában kedden és szerdán nem nagyon szoktak lenni, de estére mindig megvan a 100 plusz. Hát most figyelj, 47 van és 39-en vagyunk a szerveren, viszont van már egy pipa, ha jól látom. Úgyhogy lassan kibújnak a bűnözők is az odukból. Bocs, hogy beleszólok, mert a jó múltkor mondtad, hogy valamikor lesz egy szerver látogatás, csak kérdezem. Lesz szerver látogatás, tervezek a szerver látogatást, és valószínűleg a Horizont fogjuk. Ked és szer... És miért pont ked? Hát azért pont ked, mert azt választották ki. Ez egy nagy, hosszú folyamat, minden lépése meg van szavazva, és amit a közösség jónak ítél, azt szavazzák meg, és akkor igazából ezt nem a vezetőség dönti el, vagy az adminok, hanem gyakorlatilag a játékosok, hogy kinek mi kényelmes. Szóval a Horizonon tervezem a következő szerver látogatást. Aztán meglátjuk még, hogy mikor lesz, meg mi lesz. Igazából ezek a tervek. Erre értettem, hogy miért pont kedden és szerdán nincs élet. Ja! Hát a fingom nincs, nem tudom, amúgy... Én nem vettem ezt észre, hogy kedden és szerdán rosszabb lenne. De lehet azért, mert nem vagyok fent éjfélig. Szavasz, Toma? Nem tudom, nekem minden nap ugyanolyannak tűnik, kivéve a hétvége nyilván, de az is inkább annyiból, hogy nem fél hétkor indul be az élet meg hétkor, hanem már esi után nyomják. Szarásig van a szerver. Úgyhogy nekem ezek a hétköznapi, melyik nap jobb, meg melyik nap gyengébb, nekem ebből semmi nem tűnik fel. Mondjuk nem is nagyon nézem, hogy őszinte legyek. Na, úgyhogy ez lesz, ezek a helyzetek. Már 41-en vagyunk a szerveren. Ki az a Victorian? Hát Victorian az egyik nézőm, és az egyik fő támogató. És igazából olyan sokat támogatott, hogy ha máshogy nem is, de így tudom ezt hálámat kifejezni. Szavasz, Tigi! Szia, Blász! Úgyhogy ezért van kint Victorian neve. Rengeteget támogatott. Tök mindegy, jön a nyár, persze, hogy kevesebb lesz a játékos. Horizon amúgy szerintem már rég nem RP szerver, nagyon el lett rontva a sok DM-mel. Hát a fogalmam sincs, igazából ugyanazt tudom mondani, mint a Revolution RP-re, hogy tök más kategória. Egyszerűen ezt tudom rá mondani. Ezek más-más kategóriák, mint a filmekben a horror, a vígjáték, a doku...
Ezek körülbelül annyira eltérő kategóriák. Szia, Csutika! Szavasz, szasszám, mi a helyzet? 1000 éve. Szóval a GMR az egy olyan szinten hardcore szervernek mondható, hogy talán nincs is még egy ilyen, szerintem az országban. Legalábbis amiről, ami térképen van. Szavasz, fájdalom! Úgyhogy meglátjuk majd, hogy a Horizonon is mi lesz. Szia, medveöcsi, szavasztok, csumi! Horizonon lesz majd akkor a következő látogatás, amikor az még kérdőjeles. Csak meglátjuk majd, hogy mi a helyzet VV Sománál, meg a szerveren. Szerintem fán lesz, biztos, hogy szórakoztató lesz. De majd kiderül. Ha Soma fent van, akkor követik a nonosok MG-ből. Hát tudom, látom én is a TikTokon, de most nem ez lesz a lényege, tehát nem ott fogom megváltani életem RP-jét, ebbe biztos vagyok, meg nem is szándékozom, meg nem is azért megyek. Szimplán szétnézni, hogy mik a helyzetek. Érted? Én most olyan vagyok... jó vagy, gyertek. Én olyan vagyok így az RP szerverekkel, a GMR-en kívül, mint egy... nem is tudom. Mint egy kislány, akit kiengednek otthonról, érted? És akkor megnézheti a világot. Tehát nekem az összes szerver az ilyen. Na menjünk át, IC, nyomjuk. Lövéseket hallottam. Ja, és még valami, raktam be hangokat. Beraktam ezt a realistic soundos lövés hangot. Kurva kíváncsi vagyok rá, hogy milyen. Sziasztok! Somai volt a dangem, és voltak fent két, nem rossz, csak sok anonos. Hát, általában a szervereknél az... Lövéseket hallottam. Itt vagytok? Faszom, köhögés már. Hol van a kardos Bálint? Mert tudod, mikor megszoksz egy minőséget, abban nem akarsz lentebb adni. Nyilván, persze. De én, mint egy éhes ember megyek át ezekre a szerverekre. És nem is feltétlen RP-zni. Szia, Hunnia. Amúgy Typo után lettem én is beteg. Lehet, hogy elkaptam tőle. Szia, Csenko! Tudja, hogy mikor iszok, akkor fogja felvenni? 1 000 000%. Jó van, nem vette fel. De attól még lövéseket hallottam. Úristen.
Szavasz, Vodox! Na, szóval egy kicsit a grafikával játszottam. Azzal sokat mondjuk. Tiszteletem. Sziasztok, kollégák! Éppen bent írtam a jelentésemet, amikor lövéseket hallottam innen kintről. Hát az meg lehet a merő alatt a pontosan a lövések. Hát talán a garázs irányából. Garázs irányából? Igen, igen, ott szembe. Jó, és mindjárt utána nézzük. Egyedül nem akartam oda menni. Ha ne is tegye. Ja, menjünk nyugodtan vissza az irodába. Jó, rendben van. Sziasztok! Tényleg jó vonok, vagy csak mondod? Minden rendben, főnök. Lövéseket hallottam. Igen, én is hallottam. Onnan hátulról jöttek valahonnan. Onnan. Egy kicsit tényleg sötét. Tiszteletem. Szia! Hát nézzünk szét. Körbenézünk, nincs itt senki. Rendben, köszönöm, hogy kijöttek. Nincs mit, viszlát. Viszlát. Még most is túl sötét? Állítsuk be, srácok. Szia! Tiszteletem, van valami tervünk már? Van, igen, menjünk az irodába. Rendben, ott leszek mindjárt. Jó, de azért azt is nézzük, hogy sötét van. Ahhoz képest sötét? De így már biztos, hogy jó lesz. Én vagyok a fényezés a kábor. Az irodában várlak titeket. Minket? Igen. Miért van még más is most? Persze. Tehát úgy értem, hogy szolgálatba. Igen. Itt a Carlos és az Anthony. Nem hallottam még őket a rádiót. Szervusz, Bálint. Tiszteletem. Szép napot. Főnök, ezek a graffitik eddig is itt voltak a falon. Hol? Hát hátul, meg itt végig, mint hogyha valaki szétfirkálta volna a falat. Majd mindjárt megnézem. Hogy telt a napja, főnök? Itt voltam az irodába. Egész nap dolgoztam. Az mind dolgozott, főnök? Valami titkos ügyön? Az ügyeinken, igen. Hol vagy, Bálint? Mindjárt megyek be, csak Kálmántól kaptam egy SMS-t.
Milyen Kálmántól? A rendőrtől. Jó, van nálad fegyver? Persze, mindig van. Akkor felveszünk majd. Gyertek. Itt van. Szép mindenkinek. Szervusz. Á, szia. Annak gondoltam, hogy elmegyünk egy kicsit gyakorolni. Hova? A paintball pályára. Á, rendben. Benne vagyok. Egyébként lenne egy ügyem, ami még elég előre lezáratlan egy körözéssel kapcsolatban. Mégpedig? Hát nem tudom most ezt mennyire fogja elhinni, de a Kálmán, ugye rendőr, felhívott engem tegnap azzal, hogy a villámnak meg tudom-e adni az elérhetőségét, mert tegnap kiraboltak egy boltot. A rohadt életbe. Az a villám, akit én is ismerek a... Igen, az a villám, aki nyomozó. A kollégánk volt. Tegnap, ha tudnák, milyen közel voltam, hogy elkapjam. Nagyon közel voltam hozzá, de csak belém hajtottak hátulról. Belerepültem egy oszlopba, majdnem teljesen tropa lett az autóm, és emiatt nem tudtam követni. Lehet, el kéne beszélgetni ezzel a villámmal? Hát egyelőre ismeretlen. Akkor kapjuk el ma a villámot? Ez is jobb, hát ez jön, a mi, igen. Mi, ugye a mi hírnevünk, azért eléggé lerombolja. Szerintem főnök. Hát mindenféleképpen megköszönnék a rendőrök, hogyha segítenénk. És tegnap már többször is sikerült üldözőbe venni, de valahogy mindig sikerült megúszniuk. Hát pedig villám nem egy hudiné. Na igen, csak kettő másik autóval voltak. Még azon kívül. Egy ilyen rozsdás Chevrolettel, azzal a bányász autóval volt a Ferenc. Lendben, figyeljetek. És kettő ilyen lila autóval mentek utána. Kiviszünk kettő szonátát. És utána megpróbáljuk elkapni. Kint tartok majd eligazítást, induljunk, minél közelebb kell lennünk a tűzhöz. Gyerünk, emberek, nem élünk rá! Főnök, ebben nincs benne a kulcs, magánál van esetleg? Igen. Akkor ezt odaadom. Hát menjek magával, főnök vagyok. Persze, gyere. Eddig dolgozott magánhang főnök ez a villám. Hát sokáig. Azt mi okból választotta a rossz utat? Hát, Isten se tudja. Valami családi ügy, vagy valami rosszba keveredett, vagy... Nem tudni soha, hogy mi vezeti az embereket arra, hogy ne azt csinálják, ami a törvény oldalán kíséri végig az életüket. Mert csak bekattannáljuk valami, és vége. Se tudnám elképzelni, hogy én a rossz útra térjek. Maga József? Miért se? Nagyon távol áll tőlem. Szép parkolás, főnök. Rendben. Egy pillanat.
Szóval... Gyertek közelebb. Zavarja a füstfőnek. Eddig, amit tudunk, az az, hogy nagy valószínűséggel telefonszámot váltott. Senkivel nem tartja a kapcsolatot, senkinek nem veszik fel a telefont, ebből azért leadódik, hogy mivel még a Gabriellának se veszi fel a telefont. Úgyhogy valószínűleg telefonszámot váltott. Ebben itt vagyunk most. Igen. Amit tudunk, az az, hogy a ligóval és a trombitással a mászkásokat. Igen, meg ezzel a káposztással. Igen. Azzal a hajtalannal. Igen. Az, amit róluk tudunk, az az, hogy a rendőrség melletti lakóparknál vannak nagyon sokszor. Igen, elméletben mindenki ott lakik. Annyi még biztos, hogy a William eladta az autóját, a 718-as Porsche-ját eladta, elméletben valamilyen tartozás miatt, és vett egy dinnyés Mercit. Uh-huh. A színét tudjuk? Hasonló szürke a szolgálati autóinkhoz. Értem. Általában még sárga ladával is szoktuk látni őket. Igen, azt hiszem az a Rigónak az autója. Igen. Ez minden. Akkor valószínűleg, hogy itt a lakópark környékén kell őket keresnünk. Igen, itt azért nem lenne kár, hogyha köröznénk a városba. Szia Galagonyok, szia Alek! 70-es sorozat. Test Aleknek a 70-es megtekintő sorozatra. Rendben. A legutóbb fegyverrel voltak, emlékeztek? Nem. Mikor voltak fegyverrel? Hát amikor elkaptuk a trombitást. Ja, valóban, igen. Az a káposztás pedig nem gondolkozik, ha arról van szó, hogy megúszza a dolgot. Kérdés nélkül támad látok, értitek? Igen, értettük. Szóval fegyverük van, és nem gondolkoznak, hogyha bármi probléma történik. Tiszteletem, János, küldök egy helyi meghatározást. Na, mi vagyok én, térképész? Címet küldjön nekem. Hát, úgy értettem. Ez a trombitás egy... sassal, ami az... desert... sass. Az a nagy pucska, a pisztoly pucska. Na, azzal támad rám útkor. Azt hittem egy sassal, Magán? Egy igazi sassal. Én is azt hittem, már beidobított egy vadászmadarat. Ez micsoda? Micsoda? Főnök! Ez micsoda? Nyugdíj, csak egy távirányítós. Atya úristen, még sose láttam ilyet. Ez hogy kell ide? Azt hittem terrortármadás. Ezek nem ilyen kamerás? Nem ilyen kamerás drónok, vagy kamerák vannak ezeken is? Úgy nyomod... Hú, de megijedtem. Mi volt ez, főnök? Ez mi volt ez? Hát megint itt van. Ezt sosem láttam itt meg ilyet. Nem tudtam, hogy lehet itt kapni ilyet. Lehet, hogy ez mondtátok valami... bárkinek, hogy ide jövünk? Csak most mondtam, most küldtem egy hely meghatározást a Jánosnak, ennyi. De egyből itt voltál, ennyi dolog nem jövő. Hát visszajött. Azt hittem, már megszabadultam tőled. Mindig figyelj, János. Ilyen kamerás játékautókkal figyelgetnek minket. Micsoda? Ami nekünk is bekérdezett. Ilyen távirányítós autóval hajtott el itt valaki éppen. Én nem tudom, én láttam egy ilyen filmben, hogy erre bombát is tudnak kötni, szóval... Tiszteletem, jó napokat! Szia János! Na akkor gyorsan ismertetném veled is a helyzetet. Igen?
A mai gyanúsítottunk, ami villámunk. Körözés van rajta, rablás miatt. Úgyhogy el fogjuk kapni. Amit tudunk róla, hogy folyamatosan a ligóval, a lombítással és a káposztással van együtt. Valószínűleg a rablás is együtt követték el. Tapasztalataink szerint fel vannak fegyverkezve, mint ez kiderült a múltban, és nem hezitálnak, ha a szabadság vagy a büntetésnél kell gondolkozni. A gondolkodás nélkül megtámadnak minket, úgyhogy így valószínűleg felolít kell. Mondom, hogy ez itt nem normális. Ki vezetett őrét? Nem tudom, meg kell nézni. Lehet csak valami kis gyerek. Figyeljünk oda, mert Afganisztánban olyan kis autókkal vitték a robbanó szerkezetet. Mesélte egy katonatársam, az egy felrobbantották a konvojt. Nagy fokóképes. Igen, igazam. Hát robbanó szerkezetet. Szevasz, Bobikám! Elég egy kis gránátot rárakni. Bízunk benne, hogy csak egy gyerek szórakozik. Ez egy gyors környéken. Minek nézel szét? Mondtam, hogy nézz szét? Mit keresel, János? Egy kisgyereket, aki távirányítós autózik? Igen, pontosan. Vegyük el a játéket. Ez csak egy kisgyerek, nem kell beszalni. Ez egy jobb eset vége. Nos, akkor a feladat ki lett adva. Te dolgozni jöttél, János? Igen, dolgozni jöttem. Már honnan nyakbalkasztó meg a céges kocsi? Hát most jöttem a munkába. Nyakbalkasztót meg mindig zsebben rakom. Jök az utcán, hát tudja már mindenki, hogy egy vagy nyomozó vagyok. Hát ha dolgozom, szeretek nem be, szeretek bevegyülni így a tömegbe. Így tudtam meg sok mindent egyébként Katarínáról is. Mit tudtál meg róla? A tegnap napja már megtudtam egyébként, figyeljük, hogy van neki egy párja. Mi az? Ott ki jön ott? Könnyen megnézem telefonnál. Hagyja, nézem. De van neki egy párja. Meg hogy sok pasival szokott úgymond flörtörgetni. Szereti a luxus. Szereti a luxusárukat vásárolgatni. Főleg ékszert, drága ékszereket szereti. Meg a pénzes csávókat. Mit csinál itt az elsek? Bobikám, és most nem kaptuk el! Meg honnan tudta, hogy itt vagyunk? Remélem lesz alkalmam bebizonyítani az ellenkezőjét, Bobi. Köszönöm szépen igen. A tízest! Lehetséges egyébként. Szia, Isaac! Szia, Isaac! Ja, sziasztok! Hát te? Baszkus, bepegyült volna a távirányítós autóm, és ezen keresztül kell irányítani, de nem tudom, hogy kell. Elszabadult, mert valamerre erre mutatta a jelet. Jó van, Isaac, figyelj! Hát látátok? Igen, volt itt kétszer is. Akkor erre járt. Tudtam. Igen. Tudtam. Nem tudom még annyira, mert ez ilyen szuper autó, olyan gyors, hogy csak na, és nem bírok utána futni. Szerintem most itt meg kurva világos. Tableten lenne ilyen GPS-jel, és látom, hogy hol van, de eltűnt. Nem lehet, hogy egy híd alatt vagy? Nem tudom, az a baj, hogy olvastam egy ilyen leírást, felmentem ilyen modellezős oldalra, és akkor nagyobb motor tettem bele, de meg kicseréltem a rádióadó vevőjét, hogy messzebb is tudjam fogni. Lehet, hogy valamit elmondtam. Alkalmazás irányítod, Isaac. Szerint van rajta. De nem lehet, hogy vírusos lett az alkalmazás, aztán önálló életre kelt. Nem tudom. Na mindegy, akkor merre ment?
Lehet, hogy van rajta egy game program, aztán elindult gamekedni. Hát valahova... Igen, arra ment. Akkor most merre? Itt arra, egyenesen. Arra. Ott ki az utcára. Arra. Vagy lehet, hogy arra. Nem hátra. Nem, arra. Nem, szerintem arra. Szerintem arra. Szerintem már kuka. Veszek még vagy tizet és gyakorlok vele. Hát ha van rá pénz, akkor igen, akkor jól megy. Hát ezek a kis izé. RC autók nem olyan drágák, tankot is láttam, már ilyen RC-vel, meg repülőt is, meg helikoptert. Szétszedem itt kis koromban őket. Csak tudd is, hogy szeretnék. Jó van, munkáros látok, megyünk megkeressük a villámot. Te dolgozzatok. Jó, rendben. Hívjál magam a viászek, szia. Cserélek autót akkor gyorsan, jó? Nem kell, üljél be a miénkbe, azt meg zárd be. Jó, rendben. Parkolóba vagy. Serdülő kisfiú a pénzadő, a pénzügyi tanácsadó. Serdülő hát, kisfiú. Lelkileg. Csak... De figyelj csak, hogy szólok, hogy abban az a kisfiú megvehetné az egész életed, annyi pénze van. Tényleg. Komolyan. Jó van. Biztos jól kezeli a pénzeket. Hát igen. Mozgolodjunk ott a lakópark környékén, ti menjetek el a... Nem, akkor megyek én nagy parkoló fele. Vettük. Ha valami van, egyes felonival fogjuk megállítani. Vettük. Anthony, csak hogy tud, mit kell majd csinálnod. Kinyitod az ajtót, nem csukod be, és ott mulatsz meg, már mögötte, közben fogod a fegyvert a kellékben. Drágot esetleg. Én szeretem, ügyvéd úr. Jó napot, ügyvéd úr. Jó, Jóra! Találhatóak a különleges urak? Dolgozunk. Ha megyek, felveszem a céges gépjárműt, és akkor csatlakozok én is. Lendben. És főnök, mikor van... Ja, megadva, majd maga szól, hogyha tüzelhetek? Remélem, hogy sosem adódik ilyen, de... Amíg nem ülnek lánk, addig semmiféleképpen nem lesz ilyen. Há, rendben. Remélem, ebben sokat járnak a szívlakba. János majd át tud ülni az ügyvéd úrhoz. Jó, rendben, mindenféleképpen. Oda lenézünk mi. Főnök, nincs itt a kesztyű tartóba egy szendvics esetleg? Hát ott nincsen, de nálam van. Hát, kérhettek egyet. Csúsztattam itt a két ülés közé egyet. Ups, itt valakinek a szendvicsét esett az elembe. Hát igen, főnök... Erre, fölveszem. Valin, merre vagy tú? Erre, bajolok itt, kiveszem. Jó, oké, erre. Spát nyújtom neked, tessék. Szabasz, Sziszi? Tessék. Minden fasza? A saját ügyvédem nélkül nem válaszolok ilyen kérdésekre. Ó, fantasztikus. Merre van a szívlap? A kórház alatt. Ez nagyon sok ez a két érmetelmű szó, Balin. Tengerparton van a maszkos, meg az a... Az elektronikai Az elektronikai meg a maszkos bolt között. Ó, így már most már leesett. Köszönöm, professzor. Mi van, letaldát lettél, Antodi? Nem, csak próbálgatom, hogy majd hogy nyitom ki az ajtót. Ja? Szerintem így végül, hogy ez valami fél elektromos? Nem, csak szerencsétlen vagy. Mutassa már meg, főnök, hogy kell maga, biztosan azért. Hosszan akarsz kiszállni egyébként. Ha ezt mondom, csak kíváncsi voltam a főnöknek, hogy csinálja, de most már megy. Nem kapkodsz, hanem hosszan, szépen. Igen. Ezt érsz, főnök. A trombitást látjuk a trombitást. Hol? Itt a lakóparknál, most indul egy Fiat típusú kocsival. Indulunk. Jézus, a maguk bicsi rádarak.
csak nem utána nyomozták. Basz, hogy kérdez, ez igazából te. A kollégát tudják mondani, hogy merre mennek, hogy utoléressük őket? Álljon meg, nyombitás! Vagy nem követik? Vagy nem. Szálljon ki! Kockapark fele megy! Mindjárt ott vagyunk. Elindult a nagy parkoló irányába. Minden oké, így védőd, láttam egy kicsit kibördőt. Bement a nagy parkolóba. Mindjárt ott vagyunk, egy másodperc, két utca, ennyire vagyunk. Váljon meg! Hatalmas kaszkadőr. Megpróbálom kicsit távolra maradni? Megy a bank irányába, itt a kocka téri bankhoz. Tezve. Itt vagyunk a kocka téren, megy itten ide. Körbe-körbe kalibál. Látod meg, látod minket? Itt vagyunk. Itten, ide, szökőkútnál vagy mi? Szökőkútnál. Ott álljanak meg, itt vagyunk. Itt olyan van valami autónél kocsi ott. Barátaim! No, feszíti a húr! Szálljok ki! Vigyador, mit csinál? Ádám, nem száll ki, fődökkö! Esélyünk nincs. Az a kis kocsi bárba befér. Érdekes mozdulatokat összehez az autóval. Álljon meg! Kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros. Kék, piros, kék, piros, kék, piros. Mi van? Hát megkülönböztető jelzést használok. Isten. A BNI nevében álljon félre, villám! Nem menekül! Ez a zombitás. Ja, már értesítem róla, elnézést. Mindenki legyen óvatosan jelen. Hoppá! Zárjuk körbe! Kiszállni a kocsiból! Keneket fel! Keresed! Hát te boldog. Semmi előtte megkötözöm bilincsel. Jaj, bekötősz. Az is legyen. Keze, bal keze. Ha bekötősz, a buzi vagyok. Bazd meg! Jó, te csináljatok. Maga hogy néz ki? Mi az, hogy hogy nézek ki? Össze van firkálva az arca. Zitert van lesz. Tökre félfias. Ez nem az én telefonom véletlenül, villámom? Milyen villám? És csak hív a telefon. A villámka. Na látod. Villám? Igen. Oké, ezt most elveszem, jó? Mi van? Nehogy elved, ez az én telefonom. Tényleg a villám hívott telefonon? Igen. Megnézzük. Te tézed. Valóban. De várjál, mert most meg... Mással telefonál, szerintem. Kis kovér. Itt a kis dolgodék. Még ebben se vagy jó, mert én kövérem vagyok. Még ebben se vagy jó. Én kövérem vagyok. Hozzam a kocsiját, vagy hagyjuk itt. Hozzad. Ez egyébként egy pizzás autó? Hát ez egy Fiat, tudjam. Igen, egy pizzás autó. Annyit szeretnék mondani, hogy valószínűleg valóban a villám megcsörgett ezt a telefont, amit elgoboztam az eljárás végéig, de most nem igazán szeretné fölvenni. Az autót valahol rakjuk le. Ha lopott, akkor be kéne vinni a rendőrségnek. Bevisszük a mi parkolónkba. Rendben. Vagy mit gondoltál, bármit, ha valahol rakjuk le, hogy álljunk félre vele és hagyjuk ott? Jó reggelt! Bocs, főnök, nem tudom.
Értem, kipattantam a kocsiba, olyan rosszul lettem, hogy... Oh, megszédültem. Nem tudom, mi történt. Rendesen elkezdett így homályosodni mindent, fekete minden. Nem tudtam ott tenni, bocsi főnök, hogy így beszédültem, nem tudom, mi történt. Lehet, hogy közrejátszik azt, hogy nem ittem meg a reggeli kávémat? Nem tudom, lehet. Mert alacsonynak érzem a vérnyomásomat is. Nekem a tisocsépédiám van. Élmény utunk végéhez érti. Berakod az autót, még kisegítem előtte. Negrofóbiás is vagyok. Micsoda pedofóliás? Mondom, 200 éve még az ilyen ember meg sem mert szóklani közöttünk. Ez hogy érti? Hát, hogy jó fej vagy. Fogja be a száját és jöjjön. Megyek. Csak nem áll csatunk barátaim. Ezt a származásomra értette? Nem viszem. Jaj. Meglőssetek, mert ha elestek, akkor Japánban 50-en meghalnak általában. Fölrengés. Lehet, mert ezt leveszem lónak. Köszönöm szépen. Hopp, villám! Szervusz, villám, már nem tárgy. Le, várj, később visszaívlak, mert most... Komolyan mondom, egyszer ki fogok szabadulni. Egyszer ki fogok szabadulni. A fejem! Hát ez nem kisbarát, ez ott kisbarát. Igen, gyere fejem. Hanem sikosítok, kéne. Nyom vissza neki, nyom vissza. Tudjátok már, ember. Sikosítóval kell. Kérlek valaki, hozzon már valami szappan. Lökjön rá egyet, fejnek. Hasába lökjönek, mint kár. Nyaa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 a
Legbelebb, Tony. Ő lesz az első ügyed. Rendben. Boltlablás miatt hallgass ki, és hogy mit tud a villámról. Rendben. Hát azt gondoltam, de sosem érsz el. Tisztelettem, Antoni vagyok. De figyelj, izéről lenne csak szó, tudod, még tartozol nekem ezzel a 3000 euróval, ezt esetleg csak... Még mindent van. De figyelj, a Budapestért kerestek, csak azért, hogy kéne egy kicsit beszélgetünk, tudod. Hiányzol nagyon itt a csapat, nagyon hiányzol itt aztán. Gondoltam, összefutottánk csak. Abba benne vagy? A trombitással? Na itt áll mellettünk. Itt vagyunk. Itt vagy, itt állunk a nagy parkolónál, itt van mellettünk. Tehát most ráztam el 4 egységet. Hát mondta, hogy csörgött a telefon. Pillanat gyorsan. Egy perc. Mindjárt ott vagyok. Mi van? Ismerem, azt mondtam, hogy velem együtt jó útra tér. A trombitás azt mondja, hogy mindjárt felhív a Ferenc. Milyen Feri? A villám. Jó útra tér. Most már jó útra tér. Semmi bűnös. Úgy hallottam, hogy, hogy egy pár nap. Könnek én azonnal. Könnek. Valaki jönne velem, elkapjuk a Ferencet. Most azonnal. Mehetünk. Na itt vagyok. Basz meg. Nem tudom, azt hittem, hogy maga komoly ember azt. Hozni is akarta magának. És
én komoly vagyok, bandazsert ingram, igazi boltrablók vagyunk, én meg a villám, pont tegnap hoztuk egy boltot, mi vagyunk a legkomolyabban, a belvárosi boltot, tegnap, olyan este fele, 7 óra fele, 6 óra, ilyen 8 óra. Úgy látszik, ki kell most már nyitni. Ezt is, mert kell a kihallgatás. Még várjál vele, Tony. Most mi van, bunker? Elfogtuk. Kiszodát? Pillámot. Ez volt az egyetlen alkalomra. Különben többet nem kaptuk volna, úgy többet nem is láttuk volna. Lehet be, hozzátok be. Egy másodperc. Még átkutatjuk. Köszönöm, bunker. Az meghallod, ezt a plafonból jön. További válaszokért 3 fánkot kérünk. 3 fánk? Hát nem én akartam így, Isten. Igen, beszéljük meg. Vagyad le. Ez a zsamor. Végeztük, főnök? Nem végeztük. Hát micsoda a kezedben? Fánköltő. Fánköltő. Trombitás, ez szerintem kezdje beszélni. Ezt meg hogy érted? Most hova megyünk? Jaj. Szerintem ne akard megtudni, kezdj el beszélni trombitás. Úristen, ti is halljátok, ez szül az apáca nővérem, gyerekem lesz, apa lesz-e? Na, hé, álljál meg! Put ki fel a trombitát, kapjátok el! Álljál meg! Megálltam! Fel a spátát, fel a kizetet, jöttét a lábaikát! Jó! Feszülj a vasrácshoz, gyerünk! Ide, jó! Feszülök! Ne pálcsatom, barátom! Már fogom hátulra azt itt. Megvan. Megköpözöm. Ide ráteszek egy bilincset, átrúzom a két kezét. Megöllek a kis muzsikás bajszorot, lenyalom. Meg foglak ölni. Téged is megöllek, nagyon meg foglak ölni. Add meg magad. Meg volt esélyed, trombitás. Ezt hogy értitek? Én sose, egyszer láttam a főnököt. Ide embertől lehozni. Igen, azóta se látom. Többet van. Nem ment fel. Félek! Szeretnék nem akarok meghalni. Igen. Szerintem itt az ideje trombitás beszélni. Hidd el nekem. Ezt miért? Most mi van? Most mi következik? Csak integes neki, ott van. Úristen! Dávid, jól vagy? Úristen, az Dávid! Eddig még csak ő volt lent. Akkor menjünk fel! Nem. Nem biztos. Először beszélsz. Szerintem. Köszönöm szépen! Megyek! Félek! Nem akarok meghalni. Ne rint orra, oda a másik ajtóba, vidd be és hallgass ki! Menjek. Rendben, ide menj be! Nem akarok meghalni, barátom. Nem akarok. Ide, bezárom itt a kulcsot. Mindig a magzsebedbe tartod ennek az ajtónak a kulcsát. Lent vagyunk a kihallgatóba. Így van. Visszük trombitás mellé, Ferenc. Na, fordulj meg, elengedle. Tényleg? Ez akkor nyisd ki az ajtót, és akkor megyek is. Még meglátjuk, miket mondasz. Nézd, meg átjött a bezárt ajtó, nem is hiszem-e. Hé, van neki is kulcsa, így dolgozik. Jaaaah. Ülj le. Jaaaah. Mit csináltál? Mit dobtál ide? De miért? Mi az? Megjöttünk. Kicsodát? Mit csinálsz? Na üljél le, én jó vagyok itt. Biztos? Persze, ülj le! Hé, baszd meg, te ráléptél a fülhallgatómra! Megkomolyan megy már innen! Na, még egyszer meglök! Nem. Innen az irodából. Üljön le! Én nem akartam ezt.
meg fogok változni egyszer, biztos. Na szóval, trombitáson figyelj már. Tartottunk, azt hiszem ott tartottunk, hogy a tegnapi nap folyamán 7 órakor ugye a vizsgálatra voltak, hogy volt. Méghozzá a belvárosi boltot. Mi a lófasz csinálsz? Legyen bizonyíték. Miért? Utána... Na mit csináltak? Merre? Mindenre, minden kedvem. Biztos, hogy tudnia körön. Szerinted, ügyvéd úr, ez itt mi a búbánatos hát, kurva isten itt az asszalon? Úgy volt, hogy nálam volt. Csak kérdezem, pakaós csigák, te linted vagy mi? Nem maragodottam, József. Véletlenül ledobtam a pénzt, és ahogy lehajoltam érte, lecsúszott a gatyám. A villámka pedig... Ügyvéd úr! Igen, tessék, válasz, így a bozolyloda. József, én vagyok, ez Gárban, jól vannak? Csak erre vannak a trombitással. Jól vagyunk, igen, lent vagyunk. Igen, három lent. Felmegyünk. Bevitték a rendőrséghez? Nem, itt van lent egy kivallgató. Hol a villám? Hozzák le! Azt hittem, eddig ez egy takarító ajtó. És ki a férfi és ki a lány, ez egy fontos kérdés. Hát igazándiból mindig is lehet rám van a karóka, viszont megesett van. És hol van itt kihallgató? Hol van? A két zárt ajtó. Hol vagytok, Bálint, elmondod, vagy még tizedjére is megkérdezem? Itt vagyunk az irodában. Itt vagyunk az irodában. Na hát hozzátok le. Bazd meg. Már is. Ne, kérlek, fordulj meg. Jó. De szégyenletes. De olyan nyomozó, hogy a szégyene. Megyek magamtól. Na hát akkor jó, mindegy. Hova megyünk? Nem ám itt megpróbálsz elfutni. Bilincsbe nem is lehet futni, hát hogy egyensúlyozók. Vedd le lóla bármit. Biztos? Ez egy gondolom, hogy csak József szerintem jöjjön, mert hiába kimenni. Kérdezem ki felesleges. Vigyük be oda a többi mellé. Lehet bent, Tony, vidd fel, zárd le az árkát. Zé! Zé! Köpjös csak eddig majd... Ne, majd ezt kitakarítani. Ne. Látom, erről nem szoktál le. Csúszik ez a lépcső. Segítsen valaki. Na, gyere, segítek. Kösz. Nem, hogy ez. Menjünk. Bele. Hol a trombi? Ide vigyétek be, ne engedjétek ki. Hol a trombi? Fogd be a szádat. Majd betöböm, egyszer mondom csak. Biztos. József most már azt mondja, hogy beszél. Igen? Igen. Hát most már mindegyül a barátod mindent elmondott. Mi van? De hát most mondd meg a számát. Mert csak előtte felhív a villámkát. Ne hívj fel, Leddet! Hát én lerakom! Mert már felvettem. Kárló, vett ki a kezéből! Leraktam, mondom a telefonszámot, tudok víz össze a telefonszámát. Korrupt a csaj. Nagyon benne van mindenekbe, mondhatom? Kinek a számát? Nock Winzernek. Minek? Kicsodának? Nock Winzer, Sófengnek. Nincs olyan, aki felvédelke. Mi az, hogy nem érdekel? Akkor én most felállok és visszaülök, mert csicska vagyok. Na. Vigyétek fel az árkába, végeztünk vele. Ne! Ennyi, most ennyi. Barátja. Kivégezzük? Na. József, ki... Mi van? Mehet a kivégzésre? Igen, a villámspanot mindent elmondott. Várjatok! Na, akkor kezdje beszélni. Elmondok mindent. Elmondok mindent, én... Na, kedves nézők, most figyeljenek, igazi gyilkosok, ennyi bűnözők között én még nem voltam! Na jó, kis postról Twitterre. Egy gond van, egy gond van. Kárlósz, vedd már el tőle azt a nyomorú telefont, miért van nála? Kárlósz, tudom, hogy veled baj, tudom... Egy gond van, trombitás.
15 méter mélyen vagyunk lent. A föld alatt itt nincs vétel. Itt minden megszűnik létezni. Mire vagytok kíváncsiak? Elmondok mindent, csak te bácsotok. Érni akarok, mindent elmondok. Mindent elmondott a villámba, látod. Mit mondott? A tegnapi labdásról. Hát azt én is elmondtam, te poncsel. Még el kinek? Hát Anthonynak, aki amúgy a bűnöző társam. Rendben. Jaj, meg korrupt. Szóval akkor beismerte, hogy ott volt a labdáson? Igen, beismerte, és egy Desert Eagle volt nála, aki, és azt akarnám éppen megkérdezni tőle, hogy kit szerezte. Rendben. Hogy kell szépen kérni? Vigyétek fel a zárkába. Elmondom, norakvízzel sófeng volt amúgy, igen. Azt mondja, hogy valami sófeng. Vigyétek fel, kikessétek itt. Tő korrupta. Kövesse a kollégát. Maradjatok csendbe, Páli. Hall a felfele, gyerünk. Zárd le a zárkát. Ezt elmondom apámnak. Valaki jöjjön már nekem egy kicsit segíteni. Tessék? Hallottam, hogy trendit kiabálni. Hát a kiabálni, hogy mindig kiabál. Na, gyere szépen! Mehetek! Na, gyere! Hol a trombi? Ott bent! Menjél, barátkozz vele! Hol? Itt a trombi. Á, vagy följön! Nem tudom. És ez kicsoda ez? Ültessétek le a villámot, szedje le azt a szart a fejéről. Vedd le a sapkádat, villám. Nem. Hát akkor én veszem, ne rohadt. Vedd le, szépen vedd le. Ezt itt, amiben bent van most a villám. Ehhez nincsen kulcsa. Ahogy nincs, benne van a zárba. Elveszem. Kész. Négy, ide rakjuk az asztalra. Na tessék leülni szépen. Hol a trombi, azt mondaná nekem. Jó helyen van egyébként. De mondd el, hol? Mondd meg neki, hogy a tegnapi rablás miatt van itt. A trombitás elmondott már mindent. Az a lényeg, hogy a trombitás mindent elmondott. És mindent rátkent. Így van. Micsodát, a boltot. Igen, és azt is, hogy őszerezte a dezertet, amivel kilabolták. Nálam nem is volt fegyver, csak megmutatom. Ne félj, nem bántalak. Nyugi. Nálam csak ez volt. Megkerestem egyébként, felhívtam a Kármánt, azt mondta, hogy a trombitás ellen is van körözés. Nem tudom, egy csőkulcs, de nem tudom elővenni. Ebben nincs nálad a csőkulcs. Mondd meg neki, a trombitás azt mondta, ő sem leszte a Desert Eagle típusú lőfegyvert. Azt mondta, érdekes módon a trombitás egyébként, hogy nálad Desert Eagle volt, amit te szereztél. Az nála volt. Amit az én igen, ezt már közöltem rádión, körülzik így a felirányban. Rádió csendet. A csövesből. A csövesből. Azt mondta, hogy te szerezted be. Ez hazugság. Kitől szereztem volna be? Egy az, mindenki azt hiszi, hogy nyomozó vagyok még, úgyhogy nem adtak volna nekem. Kettő. Azt sem tudom, kitől lehet venni. Mit mondott, honnan volt a fegyver? Nem tudod, kitől lehet ilyeneket venni. Hát pontosan nem értettem. Hát azért csak tudtál valamit. Egy pont rádió volt közben. Kivel voltál még tegnap a bankrobláson? Az egy bolt volt, és csak a trombival. Akkor bolt. Trombival. Hát érdekes mondom, mondod még egy nevet. Hogy léptek meg a rendőrség elől? Kérdezz meg. Anthony. És azt mondta Anthony, és itt te szereztél fegyvert. Milyen Anthony? Na? Ki az az Anthony? Anthony Hopkins, nem tudom. Mi van? Hát te mondtátok azt. Nem is azt. Ismerek ki-e. Hát azt mondtad az előbb, hogy jó, Anthony. Akkor csak ismered egyébként Anthonyt. Nem ismerek ki az ismerjük egymást. Anthony. Ismerjük egymást, villám. De ki volt? Anthony. És az ki? Már én lennék az. Jó, a barátja szerint ugye már bevallotta, hogy tegnap egy boltot rabolt. Igen. Boltot. Mi vitte erre rám? Erre a rossz dologra. Hogy hallom maga ugye nyomva, na még magányos. Nincs pénzem. Elmileg be minuszban van a számlája, és már egyszerült azóta. Boltokat rabol? Hát igen. Fegyverekkel? Nálam nem volt fegyver.
Hát de azt mondta, Trombi, te szerezted a fegyvert. Nálom. És mióta van ki szerezte a trombitással? Hát a trombitás hozta, mit tudja, mely honnét van? Mit mond Anton? Ja, Villám nekem elmondhatja, a trombitás bevallott, hogy maguk honnét ismer engem? A trombitás mindent elmondott magáról. Az meg. Nem én voltam. Ilyen emberekbe bízik meg. Nem én voltam. Figyelj, mondja el mindent. Kérdezzétek meg, mondja el mindent a boltlablástól. Kitaláltok ki, hogy mentek oda, honnan szerezték a túszokat, hogy mentek el a rendőrök elől. Igen. De hogy nem menekültek el a rendőrök elől tegnap? Honnan szerezték a cuccokat? Na, a végélől kezdjétek már! A trombitás amúgy tényleg nagyon szar, de valahogy kinek az autójával? Kinek az autójával? A trombitáséról val. És milyen autóval? Egy ilyen mercivel. Milyen színe volt? Ilyen fekete, ilyen piros gyöngyházzal és piros led van alatta, és meg van emelve, és más felnik vannak rajt. Értem. És Villám, mi, na, érti, mi késztette erre, hogy maga ezt az utat válassza? Hát, azt még jó magam se tudom. Honnan szerezték a túszokat? A túszokat honnan szereztétek, Villám? Villám. Az Iron Gun elő. Villám, én láttam magá, hogy na, hogy ő nem akarja ezt az utat járni, hogy de... ahogy látja. És miért kellettek a túszok? Jöjjön ide, jöjjön. Hát, hogy ide kapjunk hozzá ki jobbra a szabad utat. Ha nem megyek oda, most cigizek. Nézzen a szemembe. És a cuccokat a rabláshoz honnan szerezték? Milyen cuccokat? Csak egy fegyver kell hozzá. És ezt honnan szerezték? De nem azt mondta, hogy te szerezted a pisztolyt. Tudom. Honnan szerezted a pisztolyt? A trombitás szereztet, nem szereztem én Desert Eagle-t. Hogy menekültek el a rendőrök elől? És a rendőrség elől hogy sikerült megmenekülni? Nem tudom, a trombitás vezetett, mentünk össze-vissza, mint az idióták, és egyszer csak lehagytuk őket. Hány óra körül volt ez a boltrablás, és melyik bolt volt az? Hány óra körül volt ez a boltrablás? Hú, basszus, én ezt pont nem tudom. Este? Este volt, vagy reggel volt? Micsoda este, reggel? Hát, nem, mikor volt? Sütött a nap, vagy nem melyik sütött? Bolt volt az? Hát már ment le szerintem, vagy jött fel, nem is tudom. Melyik bolt volt az? Mindjárt mondom. Hát sok bolt nincsen. Amit, hát itt van ez a térképem, és itt van, meg vannak számozva, és azon a 13-os. Érdekes, trombitás nem azt mondta, hanem a kettes boltot. Az melyik, nem is tudom, ugye megnézem. És azt mondta, hogy este voltak. Basz meg. Mondom, mindent elárult. De ezek, nem tudom, ez a kettes bolt, az kim van az autópályára. Mi volt a bolt környékén? Mondja meg, a belvárosban voltak? Mi volt akkor a bolt környékén? Volt egy benzinkút és egy autómosó. Meg mellette a fegyverbolt. Értem. Az a belvárosi bolt. Jó. Rendben. Mehetek haza? Nem, akkor a maga barátja, ez a trombitás. Micsoda? Ez a trombitásnál ugye fegyver volt, csak a trombitásnál volt fegyver. Nálam csőkulcs volt. És ki volt a harmadik rendőr? Mi a rendes neve Villámnak? Kérdeztek tőle, ezt sem igazolvány. Carlosnak hívták őt is, úgy mint azt, akit ma meg fogok ölni. Mi a rendes neved? Nekem? Tóth Ferenc, ezt tudjuk. Hát, Tóth Ferenc. Tóth Ferenc. Személyt kérdel azért. Személyt erő tudja venni? Persze. Jaj. Jöjjön ide. Tessék. Hát is veszem. Aha, Tóth Ferenc. Mikor született Ferenc? 94.
0819. Helyes, helyes. Jó, ezt vissza is adom magának, tessék. Rendben. Ú, de legyen. Jó ez a radiátor, megnézem, jó. Ne nézegesse a radiátor, meleg. Vissza szépen. Ú, de jó, meleg, jó. Szóval ki volt ez a Carlos? De igen. Akkor ezek szerint hárman voltak? Nem, a Carlos a túsz volt. Tizenkilencedikén született, vagy kilencedikén? Rendben, végezhettek, vagy levihetitek fel az árkába. Tisztettem József, hallgatom. Üdvözlöm, hallgatom. A tegnapi nap folyamán volt önöknek egy belvárosi boltrablása, ahonnan elmenekültek. Időpont körülbelül? Már az esti órákban egy feketés Mercedes volt piros neonokkal. Nem tudom, igen. Nos, a két elkövető itt van a nyomozóirodába a vallomásukkal előállítva szállításra készen. Ja, hogy önök át is adnák már nekünk őket. Jó, hát figyeljen József, helyzet a következő, hogy most épp jelenleg ott, most is egy üldözésen vagyok. Amint itt végeztem, akkor összeszedek egy kis csipetcsapatot, és akkor elhozzuk őket, jó? Addig kérem, tartsák őket a fogdába, etessék, itassák őket. De nem leesett a cukrom, jó? Nos, én eléggé tartok ennek a jogi következményeitől. Ez esetleg úgy működhet, hogy utána már csak labosítani viszik őket. Nem tudom, miért ilyen, hogy... Megyek föl. Hogy értem. Hát, hogy rabosítani csak, és akkor utána... Hát igen, elvégre itt most akkor büntetés alatt lesznek. És akkor visszavinni önökhöz? Nem, itt most akkor zárkába lesznek, amíg nem jönnek, de hát nyilván ez az idő, ez nem veszhet a semmibe. Különben olyan jogi pert akasztanak a nyakunkba, hogy nagyon sokba kerülne. Szerintem nem fogják, de meglátjuk, jó? Mit tehetünk az ügy érdekében. Rendben, akkor egy negyed óra múlva visszahívom, jó? Hát körülbelül, ja, akkor visszahívom, jó? Rendben, köszönöm, vissza. Én köszönöm, vissza. Rendben, zárjátok el mind a kettőt? Trombitásnak kelleni fog egy mentő. Miért? Szerintem leesett a cukra. Mi történt vele? Nem tudom. Rohadt életben. Rendben, hozzátok addig az első segélytáskát, ott van az öltözőbe is. Segélytetés közben azért. Helyezzétek stabil oldalfekvésbe, vagy a tököm tudja. Picsába, viszod a nap.
Tisztelet, tisztelet. Jó napot kívánok. Tiszteletem, jó napot. Nem tudjuk, mi történt, vagy egyszer csak összeesett. Na mindjárt megnézzük, úgy pillanat. Tiszteletem. Mentők? Itt van. Kint. Mi történt vele? Hova tűnt? Itt van a trombitás, itt fekszik. Mindjárt ránézünk. Hát nála tegnap is volt probléma a bércukorra. Könnyek szólhatok a rendőröknek? Már szóltam nekik. Remélem. Légzés az egyenletes. Neked mi bajod van, villám? Nincs a semmi, csak ő bejött. Mi a baj, volt főnök? Mit számolok? Basszus. Römmi! Römmi! Jól lesz a trombi. Nem tudom. Hát így láthatóan, ugye ruhán a mindenen keresztül külső sérülést nem látok. Ugye mérünk egy vércukrot, mert tegnap is volt gond neki vele. Itt lefertőtlenítem a gyűrűs miatt. Hát ő neki elég könnyen leesik, mert ja, már egy balfasz. Neki legutóbb is felesett. Egy büdös pancser. Itt is terülvizes gézlappal letörlöm meg az ujját. De azért szeretem. Vért azt letörlöm a gézlappal. Összenyom egy két oldalt, rárakom a testcsíkra. Egekben van a vércukor, 16-os mutatja. Jézusom! Akkor még cukorbetegség is lesz ott. Mindjárt itt felhúzom a hasán a pólót. Aztán itt lefertőtlenítem a hasán, ezt egyenesen a hasán. Az a jó, hogy ő ezt meg se érzi. Hát ez egyébként is olyan, mint egy tűzfúrás, mert végül is az is. Veszem a zseblámpát, felhúzom a szemhéjét, belvilágítok a szemébe. Ha szép lassan kezd reagálni a pupilla. Nem tudom, trombitás úr, lát meg, hall engem? Jó van, megébred. Mi az Isten történik itt? Trombi. Hogy vagy, hogy eljött, emlékszik, mi történt? Hol vagyok? Ja, hát itt. Köszi. Látom. Mindjárt az előbb bal kezén szurkáltam az ujját, most kérem a jobbat. Szavasz, Gabi? Lefertőtlen. Megcsikizem a talpat, trombi. Jaj, bocsi. Most meg fogom szúrni az ujját. Mi van? Az első csepp vért, azt le is törlöm, na mindjárt tesszük fel a másikat. Itt egy darab vatta, ezt a hüvelykúja rá kéne szorítani, jó? Rosszul rendben van, szorítom is. Valóban így van. Ó, levitte egész 7,1-re. Ja, szerintem be kell vinni. Ja, hát a cukor miatt nem, viszont mivel rendszeresen van probléma, előbb-utóbb azért kivizsgálás nem ártana. Cukros vagyok! Ja, ér ez a báró fájdalom, a fájdalom, fejfáj, sányú, gyerünk, és bármi. Szerintem igen. Igen, a hátam nagyon fáj, mint hogyha gerincstele lenni. Ja, hát azzal nem sok minden tudok kezdeni. Akkor jól vagyok. Ja, rendben le, ti? Hát, hogyha egy madár egy puszított, akkor talán gyorsabban menne. Ja, jól van. Mi van? Ja, még valamit tudok segíteni? Mi a helyzet, trombikám? Köszönjük szépen, hogy esetleg köszönjük. Köszönjük, doktor úr. Vigyázzatok! Tiszteletünk! Tiszteletem! Jó napot kívánok! Tisztelet! Tisztelet! Tiszteletem! Bemutatkoznék Rézmű és Alejandrúj! Jó napot kívánok! Igen, tiszteletem! Hogy kaptad, sikerült? Tettüket. Hát több. Igazából csak a villám után nyomoztunk, aztán a trombitás jött vele. Ja. Beismerték a boltlablást. Mindent beismert? Nagy rész, igen. Jó, Kálmának adják át a papírokat. Valancsoljon. Jó, köszöntöm szépen.
Mennyire voltak együttműködőek, mikor behozták őket? Hát a villámat az kicsit próbált menekülni, de végül sikerült elkapni. Próbálkozások voltak, de nem voltak komoly problémák. Hát, jó, rendben. Hát annyi, hogy most a trombitásnak kelleti mentőm eleesett a szükre. Vagyis hát igazából pont, hogy fölment, de... Ha csak nem a halálítéletet kapja meg, az meg nem rajtam függ, vagyis hát rajtam is. Basszus trombi. Kérlek, miért csináld ezt? Hát igen. Kellett magának ezt. Lehet, hogy fel fogják akasztani. Alejandro, de tudod, hogy ott is ott szép érjel van? Hát, utána az akasztás után nem fogsz számítani. És az mi az ott? Ki? Csicki, tópofad! Mi véletlen? Bocsánat. Szép volt, Trombi! Szép volt, Trombi! Jó, megszámadta, szia, hogy Kálmán! Meg. Vigyázzon, Kálmán, vigyázzon! Na, mert mi van, megütsz? Hé, te most... Fejezd le be! Te most tényleg megütél? Különben erőszakot fogok alkalmazni! Rákjuk is a törvényelére! Ó, Istenem! Nem, nem! De szerencsétlen! Picsába! Feladom magam, nem állítottam! Há, hova bájában kapom, mit adja fel, már késő! Jó, el fogják akasztani! Nyilvános akasztás lesz! De leszakad a kötél! Ja, igen! Erősített gumi! Erősített lesz! Na! Gorduljon meg! Nem József vagyok! Jó! Akkor villám! Harry Potter melyiket szereti jobban? Hívjátok Ferencnek! Ferencnek? Jó, nem szoros a bilincs! Na Ferenc! Kebesi pont jó! Mi szükség volt erre tegnap? Oké! Még találkozunk, válasz József! Abba biztos, hogy megyünk hát, el! Hát, ki jutsz a börtönből a Károly! Menjen előttem! Ja. Oké, okay, megyek! Azt így végszónak még, na biztos úr, fenyegetnek, hogy hogyha kiszabadulnak, akkor megölnek na, engem meg a kollégámat, hogy ezt majd jegyzőkönyvevenné. Még találkozunk, Carlos, és nem tudom, hogy hívnak. Esetleg fáradni a kapitányság, vagy ön, vagy valaki még? Vagy a információkat átadnák a, nem tudom, hogy a kollégáját adta az információkat. Rendben, akkor köszönöm. Akkor, ha valami van, hívjuk önöket, jó? Annyi még nincsen beleírva, hogy hogyan esik, hogy hogy lehetnek. Trombi, gyere csak! Igen. Ezért is szeretek. Akkor viszont. Igen? Hát a trombitest csak meglettük éppen a csöves szárnyának. Láttuk, utána kaptuk el. Egy hosszasabb ügyelés után, miután egy pizzás autóval próbált menekülni. Igen, igen, azzal beszéltettük el. Igen, igen. Utána meg a villám visszatelefonált, mert látta, hogy többször is hívtam. Mondtam neki, hogy éppen... A helikopter. Igen. Utána megkérdeztem, hogy nincs kedve találkozni, beszélgetni egyet, ugyanis itt állunk a trombitással a parkolónál. Persze ilyenkor már a trombitás már rég itt volt bent. Azt mondta, hogy de. Úgyhogy hárman autóba pattantunk és elmentünk érte. Megpróbált menekülni, de sikerült megállítanunk igazából, szóval minden jó, jól jött ki. Le a kalappal, tényleg, komolyan mondom, le a kalappal, köszönjük, hogy segítik a munkánkat. Mi köszönjük, hogy segítettünk. Ezért vagyunk. Persze, jó, valami van. A Tóth Ferenc még annyit mondott, hogy igen? Hogy igen? Drogokkal foglalkoznak, és a Groove City srácok, akik a nagyba vásárolnak tőlük. Füves cigit és metal. Igen? Képzeld el. Jó. Képzeld el. Jó, rendben. Ha esetleg még eszünkbe jut valami a későbbiekben, akkor keressenek. Jó, abban illetve a segítségre van szükség akkor is. Jó, akkor további szép napot, nagyon szépen köszönjük. Viszlát. Na, trombitás! Megyünk a helyére. Nem akarok megolni. Jézus Úristen, én félek ezektől, nem hogy ők. Kutya szarba léptél, Carlos. Mi? Kutya szarba léptél. Kutya szarba léptél. Jaj, fúj, hol? Valaki szedje már le. Úgy tölöd le, mielőtt bejössz. Ez a remek munka volt egyébként mindenkitől. Mennyi? Menjetek az irodába, ott várjatok meg, mindjárt jövök. Jó, te. 1, 2, 3, 4, 5. Muszáj prémiumot osztanom.
Én nagyon élem amúgy ezt az egészet. Szerintem kurva jó, hogy így együtt tudunk dolgozni a rendőrökkel. Szerintem nagyon, nagyon király. Főleg, hogy gondoljatok bele, nincs az, hogy... hogy gyakorlatilag vége a rablásnak, kint van a GOV, és akkor biztos, hogy vége. Érted? Mert most például egy tegnapi rablás miatt lettek elkapva, és csak azért, mert nem vigyáztak a szájukra. Úgyhogy szerintem geci jó. Kék Subaru? Hát az egy kék Subaru. Nem tudom, hogy érted, hogy mi az. Ahol Sean, visszatértem a rádióról. Hát a faszom tudja. Nem tudom, miért érdekel. Fogalmam sincs. Ami ugye a hátrány, hogy nem az a helyzet, mint egy PD-nél mondjuk, hogy van 40 ember, és ugye mindenki tudja csinálni a dolgát, mert egy ügyünk van. Az gond. Hát az gatya. De maguknak nagyon szép autójuk. Ja, Kobra. Hello! Ja. Mi a helyzet? A minden rendben, köszönöm. Ja, hol hagytam abba, hogy... hogy nincs az, mint a PD-nél, hogy vannak 40-en, és akkor mindenki el tudja foglalni magát. Nekünk az az ügy van, ami van, és ha 15-en vagyunk, akkor 15-ünknek van közös ügye. Ez egy kicsit hátrány, de mondjuk még idő kell neki. Lesz ez még jobb is. Nekem dudágat! Igen, neked! És mivel? Milyen indítatásból dudálsz nekem? Hát mondjuk, hogy nevezes ilyen életveszélyesen, nagyon balesetveszélyes, amit csinálsz. Jobb mi történik, jobb... ha megsérülsz? Jobb vagy láb... összetűnik ez a szép kocsi? Jobb lábom... Már? Jobb lábom Schumacher, bal láb Flatter. A büszket nos segítem. Hát mondjuk te szoktam. Hát büszket emberek vagyunk, amit kell vakarni, azt meg kell vakarni, nincs mese. Hát jó, hát valamikor tökömet szoktam vakarászni. Hát az megint más dolog. Ennyi. Mintha többen lennénk. Igen, itt az ügyvédről. Osztatásra szaporodunk. Megjöttem én is, szia Júli. Nem, meg itt a Károly is, igen. Szia Károly. Rendben. Mivel ilyen jól haladunk, ezért azt hiszem, hogy majdnem mindenki megérdemli a prémiumot. Viszont előtte térjünk le egy kényes témára. Carlos. Igen? Új levelem szembe, kérlek. Azonnal. Esetleg kifelregyünk? Nem kell. Mit csináltam rosszul, uram? Hát gyakorlatilag mindent. Ezt örömmel hallom. Örömmel hallod?
átvitt értelemben. Sajnos elég sokan keresnek meg veled kapcsolatba, hogy kicsit agresszív vagy. Mit értenek ez alatt, mert amúgy mióta itt dolgozok, senkit nem ütöttem meg. Verbálisan. Verbálisan. Hát nem igazán szoktam meg. Nem vagy valami udvarias és lovagias a civil lakossággal szembe. És ezt melyik esetre gondol? Hát melyik eset miatt jelenthették ezt be? Ott a étterem, amikor bejöttek? Hát igen, az az egyik. Igen? És ki a másik? Hát mit tudsz elmondani róla? Az étteremben az volt, én oda mentem, mert ugye kaptuk ezt a hülyeséget attól az Endrétől, hogy eltűnt az egy ott dolgozó hölgy, és azt adta meg, hogy ott kereshetjük, ma ott dolgozik. Ezt bementem, bemutatkoztam, hogy honnan jöttem, megmutattam a jelvényem, és megmondtam, hogy szeretnék kapni egy elérhetőséget a hölgyhöz, mert eltűntnek, nyilvánította egy úr. Aztán szeretnék segíteni rajta a hölgyen. Aztán mondták, hogy biztos nem tűnt el, meg ilyeneket mondom, értem, de én ezt tőle szeretném hallani. De ugye nem tudhatom, hogy kik voltak benne, esetleg a munkai vita miatt tűntem, vagy valami, aztán ott letagadják. Aztán mondtam, hogy értem, szavazz, hogy segítem, jó játékot. Szeretnék, mert ez egy komoly ügy. Köszi, még köszi. Azt hittem akkor. Aztán elkezdett nekem a flagmani, de ő nem fogja megadni a számát sehogy se, mert hogy én nyálít, mert hogy én nyomozó vagyok, csak ezért, mert valami szerződést írtak alá. Aztán én meg ugye a flagma stílus nagyon nem viselem jól. Semmi más nem csináltam, csak kicsit megemeltem a hangom, de nem kiabáltam. Főleg nem támadtam rá az úriemberre, hogy ő ezt állította nekem. A hölgy előtt. Aztán mondtam, hogy jó van uram, akkor majd visszatérünk erre. Aztán eljöttem. Aztán még mikor becsukódott az ajtó, hallottam, hogy ott mondják, hogy én ilyen hülye vagyok, meg olyan hülye. Hát ja. Ja. Könnyű. Egyébként... Flagben kárgyolsz, igazából nem is érdekel a miért-e. Az utolsó figyelmeztetést kapod. Nem emelheted meg a hangot senkivel. Nem kötekedhetsz senkivel, és nem generálhatsz feszültséget senkivel, csak azért, hogy megmutathass a jelvényedet, vagy a sokkolót, vagy bármit. A következő ilyen bejelentésnél kárgyolsz. Nem fogom megkérdezni, hogy mi történt, csak kipostázom a felmondó papírjaidat. Értettük egymást? Persze. Rendben. Amúgy a munkádat jól végzed. Köszönöm. Azért meglep, hogy nem igazán szoktam agresszív lenni, sőt. Nem, mindegy. Legben nem vagyok hajlandó tovább erről beszélni, a lényeget megbeszéltük. Értem. Most az ügyvéd úron kívül mindenki álljon sorba. Szia, Gász, mondjad! Szia, figyelj, már mondta Józsi, hogy van itt neked valami két izéd vallomásos boltrablót, hogy azokat... Igen. Mi a helyzet? Már elvitték a kollégáitok. Tényleg? Igen. Ja, a trombitást, meg a izéd, igen. Kálmán, meg a penge. Tóth Ferencet. Kálmán, meg a penge vitt el. Jó, oké. Okay. Szavasz, már kilézzem. Jó, van azért, köszi szép. Hát nincs Hello. Mit. Szia! Tessék! Nagyon szépen köszönöm, főnök úr! Mi?
Tessék. Köszönöm, főnök. A legjobb munka. Tessék. Hol kapsz még egy ilyen prémiumot? Ilyet sehol. Kár, hogy a... Tessék. Nekem mondjuk ezt a filóm, majd nem bírom megkönteni. Hát ő gazdag. Hát ő miközben tudod mennyi pénzt keresni az ügyvédséggel. Tessék. Köszönöm. A minden eset rossz infót. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük, főnök úr. Rendben. A hónap dolgozója címet pedig kettő ember kapja, akik még egyszer prémiumban részesülnek. Varga János és Bálint. Köszönjük. Gyertek. Köszönjük szépen. Csak. Nagyon szépen köszönjük. Gratulálok. Köszönjük szépen. Ez igen, a hónap dolgozó. Gratulálok János a megoldáshoz. Igyekszem, főnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Akkor... Én köszönöm nektek, hogy a nyomozó iroda a büszkeség fényében ragyoghat miattatok is, nem csak miattam. Ez természetes, főnök. Köszönöm mindenkinek. Mi köszönjük, főnök úr. Örömmel együtt szolgálni. Így van. Lendben elmenjünk gyakorolni? Igen, csak előtte még el kéne ugrani mindenkinek szerintem egy bankba. Az egy mondjuk kulcsot, igaz. Főnök, egy kulcsot kérhettek? Kulcsot? Igen, akartam is mondani. Azt hiszem, hogy Anthony nem régóta erősíti az irodánk csapatát. Elég sok tapasztalatot szerzett ez idő alatt. Szerencsés ember, pont jókor érkezett. Úgy gondolom, hogy megkapja tőlem a jelvényt. Én támogattam egyébként. Én is támogatom. Rendben. Valahol itt az aktája. Azt a mindenit. Varga János, Puerta András Dalton, ja, Anthony. Lengben, meg is vagyunk. Elköszönöm, főnök. Az ügyvéd úr pedig még itt a félreértések elkerülése véget, nem azért nem kap prémiumot, mert nem érdemelné meg, hanem csak szimplán azért, mert egy másik ágat erősít az irodán belül. Persze, József, nincs ebben semmi probléma. Bocsánat, hív a Ferenc. Nem is hívottak, így azt mondta, hogy idézem, Kárdosz, neked üzent, hogy meg fogsz dögleni. Na már megint mire föl? De, hát nem tudom, mit azt mondja rád, hogy van, szer vagy. Gyere, van! Bocsánat, gyere! Hol van a laktádba, Anthony? Nem, én kósert akarok. Megkóstolom, azt mondják, az olyan jó. Mert akkor viszont, nem tudtam, ki lehet nyitva az alaksori részét, nézhetünk? Természetesen. Gyertek le, és akkor tartok is egy körbevezetés, lehet ma már nem gyakorlunk. Na, akkor kiveszek a raktárból egy szendvicset.
Nos, itt van a labosító. Erre mondjuk még nincs szükségünk, de a jövőben sosem tudhatjuk. Jó néz ki. De nem csodálkozok, hogy Jánosnak teszik. Itt van még lent kettő zárkánk, erre pedig a kihallgató van. És hát itt ide lehet meg... menni a gyanúsítottal. Igen, ezt láttam. Itt pedig a felvevő berendezés. Ezekhez a zárkákhoz fogunk kapni kulcsot? Na majd, ha szükséges lesz, igen. Gyere, csak egy vészje. Igen, igen. Nos, kialakítottam itt egy bonctelmet, ahol már van is egy gyakorló hulla. Úgyhogy szeretném, ha valaki képezné magát, és tudna itt dolgozni a jövőben. Akkor elmék azt, nem tudom ki az, aki még akar jönni, azt akkor jelentkezünk a... A mentősökhöz, hogy ilyen egészségügyi végzettségünk legyünk. Igen, és akkor, hogyha az egyikünk nincs, de akkor legalább van a másik. Ma a könyvtárba is el lehet menni, biztos van szakirodalom, a gyakorlati rész pedig valószínűleg a kórházban meg tudják szerezni. Jó, nos, rendben. Itt van még egy laktár. Este mindegy. Csak én hallom ezt a visszfolyást? Szerintem valaki vécén van. Nos, ha még az nem igen. Szükséges, de ha szükséges, akkor készen állunk bármire. Jó néz ki ez a M5-ös, meg az az AMD karabé. De nem AMD. De jó néz ki. Nincs itt mosgó. Ott pedig öltöző van. Ez meg öltöző. És erre? Ez itt tusoló? Tusoló, lehet tusolni. Miért remek? Így van, nem kell büdösen hazamenni. Ó, de jó ezek. Na, bezzek, hogy ez itt lett volna, amikor még a villám itt dolgozik. Lehet itt is bezzel. Tusoló alatt is. Maszturbálni. Hát ez a maga pályája. Hát jó volt ez az a mandóriát is. Azért szeretném, ha nem lenne ötleskázva az uhanzó kabinok fele. Persze, se. Mindenféleképpen összetakarítom magam után félnek. Csak ne nézzék meg utána, új lámpával. Én ahhoz oda nem nyúlok, az biztos. Ez csak gyakorló kolléga. Itt van a WC. Lehet bemehetünk fel? Ja, igen, indulunk. Önök úr. Igen? Láttam, hogy a városban van itt, ahol ugye a fegyverengedélyt is letett. Végig bezáró lesz. Hogy esetleg a nyomozói iroda tudna oda nekünk szerezni esetleg valami kis egy bérletet esetleg, mert elég drága. És ebből a fizetésből elég drága lenne finanszórizni, hogy gyakoroljak. Hát, szerintem a többieknek is jó jönne. Azt mondom, hogy menjünk, kérdezzük meg. Micsodát? Hát a fegyver boltba egy ilyen gyakorló bérletet tudjunk menni gyakorolni. Hát nem lenne rossz egyébként. Hát csak ez az a probléma. Az utolsó csukjára rajtad, légy szíves. Vagyis figyeljetek csak. Igazából nem kell mindannyiunknak ott megjelenni. Bálint, mint az ügyintéző, elmegy és elintézi. Rendben. Rendben, ti pedig üljetek le az asztalotokhoz. Szeretném látni, hogy mindenki tudja, hol a helye. Még egyszer főn. Hát azt érdekli, hogy mennyibe kerül ez, ugye? Próbálj kötni egy szerződést, vagy valamit.
megpróbálok be, mit tudok. Üljetek le az asztalotokhoz. Most pedig mindenki üljön le az asztalához. Van egy kis gond, Józsi. Nekem még nincsen asztalom. Nem tudom, melyik a szobat, mit el lehet foglalni. Á, mindjárt meglátjuk. Itt az asztalotok? Igen, ez az egy. Az az én asztalom. Ja, jó, nyugodtan, csak én még nincs asztalom, szóval nézem, melyik szabad. Akkor ez lehet az enyém, Józsi? Igen, lehet. Lehet be mindenki ülj le és írja meg a jelentést a mai napról. De hogy elnézem, az Iron Gun zárva van. Itt benne senki. Rendben, akkor gyere vissza. Indulok. Mi a probléma? A fájderekem egy kicsit. Igen? Igen, meghúztam. Hát pedig ezek ilyen gyors székek, próbáld ki. Okay. Tényleg jobb. Nem működik ülés közben az az anim? Visszaértem, megyek be. Rendben, mindenki írja a jelentését. Mindenki szeretném látni, hogy írja a jelentését. Igen, József? A jelentést. Éppen olvasom a híreket. Hát, ha valamit ebből kiderítünk. Rendben. Carlos? Carlos? Te fejben rakod össze, vagy mi? Nem, hát én most érkeztem, amikor az irodába kellett jönni. Aztán nincs mire jelentésé. Nézd akkor, hogy mit láttál. Érdekes, érdekes dolgok folynak a világban. Ez is oktatás, Dido. Ezt szeretem. Ennek így kell kinéznie.
Benne vagy Bálint? Bálint! Bálint! Szia! De! Szia, Józsi! Szereztem neked pár okosságot, ami érdekelhet. Érdekel? A többi fél okosságok. Hát ez egy nagyon különleges táplálékkiegészítő készítmény, amivel formában jöhetne a nyomozó iroda. Hát persze. Tényleg? Igen. Reddy check, mikorra vigyek egy kis kóstolót? Hát mondjuk holnap. Jó, akkor holnap este 6 körül odagurulok, és akkor viszek egy kis kóstolót. Legben van. Tuticuc, Józsikám, tuticuc. Köszönöm, hogy gondoltál rám. Tehát mindent, hát tudod, hogy barátok vagyunk. Igen, azok vagyunk. Tehát rendben, szia Józsi. Szia. Figyelem emberek, a Bálint nem válaszol se a rádió, se a telefonon. Úgyhogy azonnal a kocsikba, kettesével is keressük a Bálintot. Gyerünk! Hol? Hol? Ja? Belemélyült a munkába, főnök. Rendben, akkor folytassátok csak. Jaj, rendben. Persze. A kollégával van egy közös munkánk. Milyen közös munkátok? Valamit segítenem kell neki, szóval ott leszek mellette, jó főnök? Persze, rendben. Rendben. Persze, jövők átküldöm minden. Jó, rendben. Megkaptad? Várjál, nem nyit. Megvan. Köszi.
Erre mindjárt kinyit, ha? Ennyi. De, 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 majd ráír, ráír. Mi a jó faszom az, János? Azt megkarad, csöcsök. Mi a jó fasz az? A céges képen? Mert ne nyomd ki, mutasd! Hogy az Istenbe képzelted ezt? Itt nézel ilyeneket? Meg itt komolyan veszem itt a dolgokat, küldöm ez neked a nagy anyagokat. Ez az előtt akar tanulni. Te meg itt beszél a nőket nézeget? Szerintem nem ezt semmi akartam. Semmi baj, Tony. Igyekszem neked olyan embert találni, akitől tudsz tanulni. Rendben, főnök, rendben. Ő csak vissza a helyedre. Rendben. Szedje össze magát, János! Értettem. Kérsz egy kávét? Keresett vele ki? Á, mindegy. Miről maradtam le? Éppen a jelentést csak azt kérdeztem, kérsz egy kávét? De igen, kérek, köszönöm. Na, ott a kávéfőző a salokba. Köszönöm. Csak nyugodtan szolgáld ki magad. Carlos? Főnök? Igen? Kaphatnák nagyobb hozzáférést az aktához. Azt írja, hogy toxic, és hiába írom be a kódomat. Egyszerűen azt mondja, hogy ja, engedélyezés, ja, megtagadva belépés, ez még nem értek hozzá. Másodperceken belül elintézem. Több mint egy hát már... Én nem férek hozzá, titkos. Mindjárt a Bálint elintézi. Még csak gyorsan megvárom, hogy még lejön a kávém. Nem látod a fánkomat? Valahol ide raktam. Még mielőtt kivaltam. Nem láttam. Hol lehet? Lehet ott az irodába. Igen, ott hagytam volna. Lehetséges. Na mindegy, majd veszek másikat, amúgy jó kárna. Ilyen kutyafánk volt. Ilyen hashajtos, mert hát most kutyukának problémái vannak, és csak ilyeneket esik. Elnézést. Nagyon szívesen leítrált. Főnök, ezt mondja, hogy... Hoztam magának egy másik kávét, 6 cukor, meg tej, ahogy szereti, látom már fogyóban. Ah, köszönöm. Szívesen ezt meg adja oda, csak kidobom a kukába. Tessék. Még bármi kell szólni. Köszönöm, hogy küldtem neki egy e-mailt. Persze. Szia, Gaba! Finom a kávé? Bálint, igen, most szólt a Bálint, hogy küldött neked egy e-mailt. Jó reggelt, Carlos! Jó reggelt! Mi történt? Semmi, írom a jelentést, főnök. Oda suttogsz.
Mi lenne, ha a számítógépnél írnád? Éppen egy látleletet olvasok. Igen? Igen, kell egy jelentésem. Hol olvasod? Hol a Bálint? Mi, Carlos? Be van építve a szemüvegedbe, vagy mi? Nem, csak felálltam nyújtózni ott az asztalon, a megnézni. Anthony, fent pár rádió? Álljátom. Bizony. Tessék, Bálint. Anthony, fent van a rádión? Anthony. De, hát, hogyha megnézed az e-mail címedet, akkor ott egy ilyen külön privát üzenetbe lehet ezekbe írkelni, tudod? Lehet, szerintem félre... Lehet, hogy a spam félreírtad a e-mail címemet, egy kicsit bonyolult. Nem. Fekete dupla 20 kukat gmail.com. Erre küldted? Igen, erre. Miért nem vagy rádión? Hát Todi. Már én rádión vagyok. Mindig rádión vagyok. Hát de most nem válaszoltál. Nem válaszolsz nekünk. Válaszolj most. Szeretném látni. Na látod. Na ugye. Szerintem valami baj van vele. Igen? Igen. Miért? Nem működik. Tönkrement. Majd veszek egy másikat. Lentben. Lent meg eldugult a WC. Főnök úr! Igen? A Katarinását leírjam, hogy mit tudtam meg róla? Persze, persze. Jó, rám van, akkor azt is leírom mindenféleképpen. Carlos? Írod? Carlos? Halló? Á, most jó. Lehet csak polos volt, ki kellett tisztítani a vonalat. Lehet. Most már tiszta a vonal. Igen. Na, hogy állsz? Lassan végzek. Szuper. Valaki tudja, hogy milyen Katarinának hívják a hölgyet? Az egy jó kérdés. Dobjál már át erről a Katarináról, hogy szemügyre vehessem. Most senki nem tudja, hogy milyen Katarina. Üzenetben? Tessék. Minden rendben, jól vagy? Persze, minden rendben. Jól van. Mind dolgozik az ügyvéd úr? Próbálom az jelenlegi a feljelentéseket átnézni, hogy mi az, ami hiányzik, hogy az ügyfelémet tudjam tájékoztatni. Azért is telefonáltam, csak hát nem mindenkit érek, ha aztán nézem az elérhetőséget. Megtudtam, már csak egy van. Értem. Lehetben. Mindjárt megnézem egy pillanat. Elég halkon lehet hallani. Engem? Nem, a másik. Ja, Kárdaszt, igen. János. Igen? Szerintem egy kis is szünet. Jó, most látszok, megyek, elsötétitek, dolgozok. Nincs kérdés. Sziasztok. Jó pihenést. Jó pihenést. Nektek is, Bálint, dolgozni fogok. Persze, holnap kelek. Sajnos holnap már meló. Úgyhogy beszoptam. Hát... Jó volt a mai nap. Holnap csütörtök, utána már egy nap, pénteken már mehet egy hosszabb. Ki kell bírnunk, ez van.
kurva szar felkelni hajnalba, úgyhogy rá kell pihenni. Én nem tudok felkelni nagyon. Na, de megyünk, viszlek titeket Bobbyhoz, úgyhogy jó szórakozást, jó éjszakát, és köszönöm, hogy itt voltatok. Szavaztok, csumi. Penge streamel még amúgy, Penge is, meg még egy páran GMR-ről. Úgyhogy csumi, mindenkinek szavaztok. Yo, if you don't already know, this song right here is called Tommy T. The man them are here to take over. You already know the fucking vibes. Come on now, you know what I'm saying? Don't know about me, I'm Tommy T. Man was legit at the start, but back in the ends, I'm a real OG. And I was broke for a while, had to sell some fish, I was out at sea. Then I ran into the G's, now making money moves properly. Yo, don't know about me, I'm keeping it real. Golden boy in the building, educate.